Gazdaságfejlesztési konzultációt tartott ma a nagykanizsai kereskedelmi és iparkamara. Az összejövetel célja a meghívó szerint Délzala, mint a térség elmaradt területei fejlesztésének felpörgetése volt. A mai esemény egy sorozat része volt. A Kamara egy öt előadásos konzultációt szervezett különböző minisztériumok részvételével. A cél Polai József szerint az, hogy Nagykanizsa fejlesztését elősegítsék. A szervezet elnöke úgy fogalmazott, rá kell döbbenteni a kormányt, hogy itt komoly fejlesztésekre van szükség, és segíteni kell a város képviselőit az értekérvényesítésben. Egyrészt új iparfejlesztések kellenek nagykanizsán, másrészt pedig a megrevőeket segíteni, hogy a kicsikből közepes, a közepesből nagy lehessen, és a nagy pedig tovább tudjon fejlődni. Ezt a két célt szolgálja alapjában véve, ami összejövetel, ez mutatja az előadók összeállítása is. A rendezvényen felszólalt mások mellett és Péter, a térség országgyűlési képviselője és Balog László polgármester, valamint Fábián Gergely iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkár. A prezentációk kezdetén azt jelezték, stábunknak a szervezők, hogy államtitkári kérésre az előadások alatt a sajtó nem készíthet felvételeket.